Miután továbbra is divatban van nagy kanizsán az irányított sajtótájékoztató műfaja, így folytatjuk a Nélküled, avagy amiből mi kimaradtunk című rovatunkat. Ezen a héten a csónakázó tavat és egészségügyi alapellátást érintő beruházások, illetve egy a sportcsarnokkal kapcsolatos hírkapcsán látója város polgármestere, illetve a kabineti tagok, hogy nem fontos tájékoztatni a városi TV és a kanizsa újság nézőit, olvasóit. Január közepén jeleztük az illetékes szervnek, hogy a bruttó 80 millió forintból épített csónakázott a játszóteret, és annak környékét rendszeresen elönti a talajvíz. Akkor mindössze annyi választ kaptunk, a problémát ismerik, de nem nyilatkoznak róla. Múlt pénteken megtették, csak nem a mi követőink számára, hiszen március 19-én Balog László bejelentette, hamarosan megoldódik a vízelvezetési probléma. Az Aul.hu összeállításából kiderül, a vizet egy víznyelő aknába vezetik majd el, és egy csatornán keresztül vezetik bele a csónakázótóba. A munkálatokra mintegy 830 ezer forint áll rendelkezésre. A beruházásról kihasználva a rendkívüli jogrendet személyesen a polgármester döntött. És ha már kint volt az arra érdemesnek ítélt sajtó, jöhetett még egy bejelentés, megújul a zöld tábor. Ezt már Balog László, Cseresnés Péterre közösen adta hírül. Mint kiderült, a 125 millió forintos beruházás részeként fejlesztik a központi épületet, valamint létrehoznak egy speciális kerékpáros pumpapályát. Meghívó és tájékoztatás hiányában, csak ebben a rovatban tudunk beszámolni arról is, hogy befejeződött a csengeri és a nagyrác utcai orvosi rendelők, valamint a Szent Imre utcai fogászati szakrendelő felújítása. A műszaki átadáson részt vett Cseresnés Péter államtitkár országgyűlési képviselő is. Szabó Szilárd, a helyi Fidesz frakció vezetője is tartotta héten egy sajátos sajtótájékoztatót. A megjelent írások szerint Szabó azt hangsúlyozta, Gyurcsány és elvtársai a sportlétesítmények építését is felfüggesztenék, így többek között a Kanizsa Arénáét is, így választ vár az éve frakció tagjaitól, hogy egyetértenek-e ezzel a felvetéssel. A tájékoztatóról készült beszámolókat Balog László a magánprofilján meg is osztotta. Az Éjjel Városunk Egyesület politikusai közül többen egyenként is válaszoltak, valamint ma a közösségi oldalukra tett írás, egyebek mellett a következő kérdéseket címezte Szabó Szilárnak és az irányított sajtótájékoztató résztvevőinek. Úgy látszik, az újságírónak nem volt kérdése Szabó Szilárthoz, pedig feltehetett volna neki párat, hogy ki és hogyan tudná felbontani a szerződést a BMSK-val. Életszerűnek tartja-e, hogy ez megtörténhet, és ha nem, akkor minek tartott róla a sajtótájékoztatót?